Végezetül következzen egy olyan számpélda, amiben olyan folytonos lineáris transformációt fogunk megadni, amely bijektív, de az inverze az nem folytonos. Jó? Talán ez úgy első körben nem is tűnt föl, amikor mondta, hogy legyen az, úgy gondolhatta mindenki, hogy ez természetes tulajdonság, hát egyáltalán nem. És konkrétan ez a számpélda jön, amit alapvetően nem mondhatjuk, hogy ne találkoztunk volna már a térrel, mert az nem más, x-el rövidítem, a 0-1 zárt intervallumon folytonos függvényeknek a terét, de lássuk el, ugye a C1, az ott definiált C1 normával, ugye ez bármely f eleme C1, 0-1 esetén, ez nem más, mint az f-nek a szuprémum normája, plusz a deriváltnak a szuprémum normája. És hát tudom, mondhattam volna, hogy ugye Szobójev tér, akkor azért az x, annak nevezzük, hiszen önök már biztosan differenciál egyenletekből ugye vették, említették a nevét, hát nyilván általánosan, hogy itt csak az első derivált jelenik meg. Most arról nem akarunk beszélni, csak az a lényeg, hogy ez szerintem ismert alapvetően ez a tér. És tekintsük az identitást, tehát itt egy függvényhez rendeljük hozzá önmagát, de itt a teret, ez akkor rövidítés megint y, az csak simán a szuprémum normával lássuk el. Jó? Tehát alapvetően, ha visszakadunk arra a számpéldára, hogy nem folyton, hogy ne van nem folytonos lineáris transformáció, simán formáció, ezt beletöröltem. Igen, tehát itt csak simán szuprémum normával látjuk el. Jó? Úgy hiszem, hogy azt nem kell magyarázni, hogy ez persze, ez egy lineáris transformáció, lényeg, A és transformáció. Jó? Biztos vagyok benne, hogy az sem, hogy ugye ez az I, ez bijektív. Bijektív. Hát, magát rendeli hozzá. Jó? Tehát tulajdonképpen itt van a C1 tér, különböző két különböző normával van ellátva, identitás. Hát akkor persze, ezek a tulajdonságok teljesülnek. Jó? Az, hogy az I az folytonos, hát belátjuk. I folytonos, ugye akkor nézzük csak, hogy ez bármely f eleme. Ugye ez itt a rövidítés, akkor használtam az x esetén mi is lesz az if-nek a térben a normája. Ugye ez itt nyilván csak a szuprémum normát jelenti, tehát ez itt nem lesz más, mint ugye az f-nek a szuprémuma. Hát mert önmagát rendeli hozzá, jó? Az pedig, hát nyilvánvalóan kisebb vagy egyenlő, mint hogyha veszük ezt a hosszát, meg még hozzáadom a deriváltnak a hosszát. Tehát tulajdonképpen a maximumát a 0-1 intervallum. Igen ám, de hát ez meg nem más, mint az i-nek, az f-nek nyilvánvalóan az x szerinti normája. Tehát ez itt egyenlő ugye az f-nek a c1 norma szerint vett hosszával. Azaz, itt van, ugye ez az 1-es, ez az 1, egyszer megvan, tehát itt ez itt a képtérben a norma, ez itt ugye ahonnan indulunk, ugye az értelmezés tartományon adott norma, találtunk egy olyan számot, az egyet, hogy minden f eleme, ugye a tér eleme, x eleme esetén, ez az egyenlőtlenség teljesül. Tehát ebből következik, hogy ugye folytonos. Na most, hogy ténylegesen ennek az i-nek a normája mivel egyenlő, ugye, hát, ellenjelölöm, jó, tehát ugye
innen ide vívő folytonos lineáris transformáció terében, nyilvánvalóan ugye a szuprémum a zárt egység gömbölyfölött elemeknek, az a norma, hát sajnos már nem letöröltem, de szerintem még emlékszünk rá. Na, ez mivel egyenlő? Hát kérdés az, hogy itt ugye a nullától különböző elemre fogunk-e egyenlőséget kapni, hát és tessék elgondolni, hogyha az F az a konstans függvény, F az a konstans függvény, akkor a függvénynek a derivátja az nulla, tehát akkor ez itt ténylegesen nullával lesz egyenlő, és akkor valóban egyenlőség adódik, tehát ebből következik, hogy egy a normája. Hát remélem, hogy senki nem érti félre azt, hogy ide írtam, hogy akkor azaz T-nek a normája egyenlő egyel. Ez ugyanolyan, mint hogy a sorozatunk konvergens, a számsorunk az konvergens, akkor az általánosságnak a határértéke nulla. De abból, hogy ugye az nulla, még nem következik az, hogy konvergens. Jó? Itt is arról van szó, ebből a tulajdonságból, hogy ez itt teljesül minden x-re, ebből következik ehhez, de ebből, hogy egy a normája nem következik visszafelé. Hát most tessék meggondolni, nem a konstans függvényt veszem, akkor itt nem lesz egyenlőség, szigorú egyenlőtlenségünk van. Oké? Okay? Jó, tehát ez, hogy T egyenlő 1, ez még nem jelenti azt, hogy ez csak egy szükséges feltétel, hogy izometria legyen, és hát nyilván, ahogy mondtam, hogyha a függvény nem hogyha a függvényünk az nem a konstans függvény, akár simán az x függvényre gondolunk, akkor itt nyilvánvalóan annak egy a normálja, itt pedig meg ugye kettő adódik. Tehát nem lesz egyenlő, nem lesz ez a kettő egyenlő. Tehát nagyon lényeges, hogy itt ezt, ha nem elég egyértelműen mondtam volna, lehet, hogy nem az azaz kellene odaírnám, hanem hogy és így persze az is teljesül. De ez nem, ez sem lesz izometria. Nem izometria. Magyarul írjuk, izometria. Jó? Nem izometria. Tehát ezt feltétlenül szerettem volna hangsúlyozni, hogy ugye ebből nem következik, hogy izometria. Az izometriából következik ez a tulajdonság. Jó, de ugye igazából azt akarjuk megmutatni, hogy visszafelé, használjuk más szint, hát nyilván objektív visszafelé az i mínusz 1-re mit tudunk mondani? Hát, hogy folytonos-e, nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy korlátos-e, azaz nézzük most visszafelé, hogy mi van, hogyha az f bármely f eleme y esetén mit kapunk. Jó? Hát akkor nyilván az i mínusz 1 f az önmaga természetesen, de most ugye a C1 normában kell lennem. A kép az most itt keletkezik, X-ben, akkor ugye ezt kell használnom. És ez itt ebben az esetben ugye magának az F függvénynek a C1-et nem ide kell írni, C1. Tehát folytonosan differenciáltó függvényeknek a tere, hát ez itt az F szuprémum norma, meg a F vesző szuprémum norma. És ez mindig nagyobb vagy egyenlő, mint csak simán az F-nek a szuprémum normája. Jó. Okay. Nekünk meg mi kellene? Hát az kellene, hogy van olyan szám, hogy ez kisebb lesz. Hát jó, de akkor lehet azt mondani, hogy itt van a kettő, akkor lehet, hogy kettővel Már is minden rendben van, de hát ugye ismerjük a számpéldánkat, ugye az F, felírhatom még egyszer, X az n-ediken függvény, akkor nyilvánvalóan a szuprémuma az F-nek, Fn az egy derivát, ugye az n-szer X az n-1, tehát F veszőnek a normája az nyilván 0 egyén az n lesz, tehát ez itt mutatja, hogy nem lehet olyan célszám, hogy megfordulna az egyenlőtlenség irányába minden F-re. Jó?
hiszen minden számnál van nagyobb szám, természetes számunk. És akkor itt mutatja, hogy ebből a tulajdonságból következik, ebből következik. Ott van, számpélda alapján következik, hogy az i minusz 1 az nem korlátos, nem folytonos. Á, pirosra szoktuk ezeket írni. I nem folytonos. És akkor természetesen ebből következik az is, hogy akkor a maga az identitás, azért, mert hogy más norma van itt, meg más van, az nem izomorfizmus. Okay. Ez az I, ez nem izomorfizmus. És akkor látszik, hogy az inverz nem lesz folytonos. Szerintem ez egy elég érdekes számpélda. Tehát így, ugye azt kapjuk, hogy I az nem izomorfizmus. Nem izomorfizmus. Jó. Hát még nagyon sok más érdekes számpélda van, de hát azt majd mondjuk gyakorlaton. Hát olyan nincsen ugyan, de mindegy, szóval. Az a lényeg, hogy menjünk tovább, és még ide fél nekem egy utolsó, nagyon fontos, hát megjegyzés, tétel, lemma, nem is tudom, tételnek hírom, de hát bizonyítani nem fogom, mert ezen tulajdonság miatt teljesen, teljesen triviális az, hogy ha az X az izometrikusan izomorf Y-nal, és X az szeparábilis, szeparábilis, akkor ebből következik, hogy Y is szeparábilis, szeparábilis. Tessék meggondolni, bijektívnek is kell, inverz is, folytonos, stb. És aztán ez itt, tessék megnézni, hogy itt ez a távolság, ez ugyanannyi, mint ez a távolság. Tehát szeparábilis ugye az azt jelenti, hogy van megszámlálható sűrű részhalmaza, akkor nyilvánvaló, hogyha ezt átvisszük, akkor nyilván az is, a képek az is megszámlálható lesz, sűrű lesz a térben. Hát igen, mert a távolságra ugyanezek a távolságok vannak itt, meg ott. Tehát egyértelmű, hogy ez a tulajdonság szerintem öröklődik, és nyilván csak kimondhatom így, hogy ez tétel, amire nyilván később majd hivatkozni fogunk. Jó? Tehát még egyszer úgy gondolom, hogy ezek tényleg vannak annyira erős tulajdonságok, hogy ezt mindenki mind látja is. Mondhatom azt, hogy látja, hogy valóban akkor az Y-nak is szeparálisnak kell lennie.